Nem, amúgy nem. Játszani jöttünk ma is. Sziasztok, sziasztok. Betyárkoma, Dia, Csoki. Ciao mindenkinek, aki itt van velünk. Hát folytatjuk ezt a csodálatos játékot, amit ablakos módban futtatok. Nem tudom, hogy miért. Ez mindig ilyen volt? Jó, lényegében a képernyő alsó sarkán, vagyis egy, nem tudom, sávján, vagy alsó részén egy sávot fogtok látni. Nyom meg egy gombot, jó, plash. Kösz. Az egerünk így meglehetősen furcsa volt ebben a játékban. Játék is kiírja, hogy ez az epilepszi játék hozzám. Na hát én egy kicsit el is fáradtam, bassza meg, mire vége lett ennek a számnak. Hát túl jó volt. Túl jó volt. Nem tudom, pedig nem táncoltam, de így lelkileg leépített, azt hiszem. Hát is ezt el tudom képzelni nap hosszat, baszki. Tehát, hogy micsoda agresszió gyűlne össze bennem. Hogyha ezt kellene hallgatnom egész nap. Folytatás? Bassz. Az a baj, hogy nem tudom már, hogy mivel kellett irányítani ezt a gémet. Na várjatok. Oké. Okay. Lesből a támadás nem működik többen eséget. Igen, ez tiszta sor. Mit csináltunk? Volt nálunk egy I-puska. Egy nyílpuska. Nagyon-nagyon óvatosan kellett mászkálnunk tovább ebben a játékban. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt maradt. Hop, 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 mi történik? Az fel fog jönni, bazd meg. Az fel fog jönni. Ugolnom kell. Már is bele az akcióba, de hát nem is emlékszem, hogy mivel kell csicskítani. Volt egy gomba, amit rá kellett nyomnom. 12 óra nézését, meg a járását? Hát igen, az is elég brutális lehet. Nem kívánom az ellenségemnek sem. Mit csináljak a késes nénivel? Hogyan kellett megölni Lesből? Ó, bassza meg az egy gyerekek. Megálltott. Öld meg! Valamivel! Üssi oda! Nem ez a gomb. Ez a betű a gomb? Mivel támadok, bassz meg? Na jó, ez történik, amikor az ember nem játszik egy pár napig. Azt hittem, hogy a jobb gomb volt az autóatak, de nem. Irányítás, nézzük meg azonnal. Lehet, hogy egyébként kontrollerrel kellene játszani ezt a játékot. Billentyűzet kiosztás. Csapás, F. Jó. És itt tudok még lejjebb menni? Miért nem tudok lejjebb lapozni? Ó, nem! Oké, elfogadom, hogy nem lehet azt oda. Nem, de az se. Bassza meg, gyerekek! Nem szeretném megváltoztatni, csak lejjebb szeretnék görgetni ezen. De hogy lehetne page down-nal? No! Beállítok vissza... Delete. Shit! Vissza fog állni az a... Mi? Hogy az összes? Nem áll. Hát jó, hát a page down-nal nyomunk majd egy jobbrát, jó? Csak igyekezzünk majd nem nyomogatni ezt a gombot. Na jó, halljunk meg, aztán nézzük meg még egyszer. Jó, megvan. De figyelj, fejbe rúgol. Az elszállt, az egy... Úristen. Az is. De nem árt, hogy még mindig felkelnek. Hát... Konkrétan ez gyönyörű volt. Oké, okay, következő. Áááá, de mekkorát ver oda! Jó, az biztos, hogy benézed. Amikor már látod, hogy elkezdi az ütést, akkor már nem fogod megszakítani. Na, jó, most már akkor tudjuk, hogy az F-vel volt a támadás, a V-vel volt az inventory, az L-vel volt a használat, gondolom az R a reload. Jó, lesznek itt még gombok, amiket majd fel kell még fedeznem. Mi volt a Q? Off, és azt lehet, hogy nem akartam elővenni. Bemegyünk ide, azt meglátjuk, hogy mi történik. Ó, hogy a... Nem akarsz esetleg... Space-szel? Jó, akkor legyen a space. Itt volt ugye az a rész, ahol a... azt a csapdát tesztelgettük. Remélem, hogy nem jön be utánam senki. Most kijött már innen? Nem, még mindig lent van. Ennyire visszarakott volna minket a játék? Hát akkor nem véletlenül hagytam abba a múltkor. Betyár, mesélj, milyen napod volt ma? Hogy telt? Üres?
Akkor viszont voltam itt, ez hazugság. Szia Sebi, csáó, mi a helyzet? Felkapaszkodni! Oda volt írva. Nézzük meg, fent kilútoltam-e mindent, és hogyha igen, akkor ezt a részt már megcsináltuk. Hát van itt gyufa, de szerintem ennyit hagytunk itt, oké. Nagyon necces volt az a rész, úgy emlékszem, hogy itt a sniper mögé álltam be, megcsicskítottam, és akkor ezek szerint ott lett volna mentés. Jaj, tényleg a meccs? Na, azért jó emlékeztem, hogy volt valami. Mondtad, hogy mész kézi meccsre, milyen volt? Eléggé lehet hallani így, hogyha így beszélek? Aha, remélem, hogy igen, úgy látom a mixeren, hogy igen. Hagytam itt valamit? Még nézzük meg gyorsan. Egy fával? Mi az az egy fa? Hogy az hogy? Nyert a várda, akkor veszítettetek? Vagy... Gondolom nem a várdába játszik a kisasszony. Nem látok ott semmit. Nézzünk itt le. Ez nem volt hangos egyáltalán, ott mászkál lent a zombi. Leereszkedni! Egyfa, egy pont. Akkor ez nem olyan, mint a kapufa ezek szerint, tehát hogy ez, azzal nem lehet nyerni, jó. Értek én a kézilabdához is. Hoppá! Maximum! Ja, menjünk be. Csak nem lesz ide bent senki. Itt mászkált egy nő. Azt már egyszer megcsicskítottuk. 20-ai a zárt kapus? Az mit jelent? Hogy nem mehetnek be senki szurkolni, meg ilyesmi, az csak úgy szurkolók nélküli mérkőzés. Jó, itt nincs senki. De hallom, hogy itt morog. Hallom, hogy itt van. Aha, lent van. Ha jól emlékszem, akkor ketten állnak lent. Most kibasztak egy ajtót szemben. Jó, az öreg asszony szemben van. Ott ment be, ahol én mentem be az előbb, de nagyon messze van így már tőlünk. Nem mehetnek nézők az zárt kapusra. És az miért jobb egyébként, hogyha nincsen szurkolva a gyereknek? Nyugodtabb körülmények közt tudnak hajtani előre, vagy hogy van ez? Le kell, hogy ereszkedjek szerintem. Lent kell nyomulnunk. Pont, hogy büntetésnek minősül? Ó, baszki. Taktikákat gyakorolnak. Jaj, értem. És akkor azt így nem lehet nagyon, gondolom, akkor mind a kettő. Aha. Itt mentünk le. Menjünk le még egyszer. Profi ligában annak minősül. Ja, hát igen, mert ugye ott nincsen bevétel, hogyha nem mennek a szurkolók, meg... Nincsen csír, nincs belerakva az emberbe. A játékosokban a nagy szurkolási. Kezdjük előre, jó srácok? Ezt úgy értem, hogy... Mivel nincs benne a kezemben most az irányítás, bejövünk ide, elmentjük a játékot. És innen fogunk kezdeni újra. Azt hiszem, hogy el is mentettük. Felülírod, igen. Vajon mennyi agy van nálam? Jó, hogyha egyszer kell csak megnyomni. 2400, abból veszünk valamit szerintem. Nem is erre van! A szék a hátunk mögött van. Ja persze, hát elfáradunk, elfejtettem, hogy ebben csak eddig lehet sprintelni. És csak felkészül, és akkor büntetés a bajnokival. Értelek. Kétezerbe kerül a második szintű életerő? Megveszem. Az jót fog tenni, hogyha egy kicsit több HP-nk van. És ezzel fel is töltöttük maxra a HP-nkat, úgyhogy nagy baj már nem lehet. Arra még kíváncsi vagyok, hogy a nyílpuskába az íjak, vagy a nyilakat hogyan váltam. Spuri szembe, aztán nyomuljunk.
Staminára azért jócskán kell tolni, úgy látom. Sebi, te is mesélj, neked milyen napod volt? Mit csináltál ma? Úgy kikúrtam az ajtót, hallod? Bárki meghallhatta, aki a közelben van szerintem. Mondjuk ez az ajtónyikorgás is egy kicsit azért gyanús. Gyerünk, gyerünk, gyerünk óvatosan. Itt erre mászkált egy, hogyha jól emlékszem, itt mindig keresztül akart egy jönni. Hú, az jó, hogy még a nagy darab a láncfűrészes még nem jött le. Ott áll, ennyi? Nem mozdul onnan? Dehogy nem. És erre jön? Vajon eléggé sötét van itt? Ha jobbról indultam volna, akkor pont mögé értem volna. De most innen indulok, és megnézzük, hogy sikerül-e. Itt van egy kés a földön. Amit nem vehetünk fel. Melyik gombbal kell csicskítani? Space-szel. Jó. Gyújtsuk fel. Remélem senki nem vette észre. Lehet, hogy ezekkel a csapda szerkezetekkel lehetne a nagyot törbe csalni. Itt voltam már bent. Zárva. Jó reggelt, ilyen korán. Szevasz, Merír, ciao. Hát merre jártál te is? Melóban voltál ma? Én kérlek szépen, ma már 4 órát streameltem. Összeraktuk a széket, amin most ülök, és megnéztük az évjáték a díjátadásnak a nyerteseit, valamint a beharangozó trélereket is. Kicsit dumáltunk is róla, úgyhogy elég frankó volt a délután. De aztán nem tudom, úgy elfáradtam, hogy... Hey! Nagyon halk vagyok. Na ezt kérdeztem, látjátok, hogy mennyire vagyok halk, de akkor szerintem, hogyha így felnyomom, akkor ez így jó lesz. Köszönöm szépen! Szia Virág, ciao, mi a helyzet? Microsoft összeomlás bejelentő? De mi omlott össze? Középhangerőm volt, nem tudom, valami elállította. Sokkal jobb, jó van, helyes, helyes, helyes. Hát én itt pofázok, tudjátok magamban, aztán... Nem is szóltok, hogyha halk vagyok. Ügyi vagyok? Miért? Miért vagyok ügyi? Nem csináltam semmit. Itt senki nincsen hátul viszont, úgyhogy... Nem tudom, hogy ebben a házban jártam itt szembe. Jártam-e már itt, ez így helyes nyelvtanilag. De most benézünk, jó? Mert nem tudom, hogy mi van. Aha, ez itt a mentőszoba. Jó, oké, értem. Akkor vissza az egész. És akkor innen kifele indulva, ott van a pajta. Ahol a csávó indul, és van itt valaki, hallom a hangját. Szevasz, Akaife, jó estét kívánok, mi a helyzet, hogy vagy? Széjjelsöröztem magam? Hát Jézus Isten, de jól tetted. Azokat ott szembe lehet, hogy meg kellene gyújtani, nem? Itt mögöttem volt? Nem, azért azt hittem. Valami ajtót kibasznak éppen. Jézusom! Jézusom! Jó, menjünk el, erre nézzük meg, hogy itt mi van. Itt baj lesz, ha bemegyek? Itt van valamilyen kallantyú. A kurva eget. És hogyha meghúznám? Aha, akkor ott szemben. Jó, értem. Már rájöttem. Ez volt a csapda. Öljük meg gyorsan. Perfekció! Nagyon szép. Voltam egy jót röplabdázni. Konkrétan az ütéseimmel most ölni lehetett volna. Ennyi agresszió volt benned? Ebben a szobában szerintem még nem jártam, hogyha itt még van agy, amit felvetnénk. Egy kis IQ pont. Ide el lehet bújni, az jó. Nézzük meg, mi van az emeleten, ki lakik itt keleten.
Virág, nagyon örülök neki egyébként, hogy benéztél hozzánk. Szia! Márpedig itt van. Aha, ott áll bent. Gyorsan, 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 gyerünk! Gyerünk! Jó, nice! Még kb. Egy óra van a munkában, úgyhogy gondoltam benézek. Úristen! Na és milyen ilyenkor Amerikában a hangulati karácsony előtt? Egy óra meló. Ó, oda néz. Vedd csak az fel, az jól jön. Az mi? Skúló, és egy még a helyén marad, oké, okay, rendítsek. Okosan, lassan, óvatosan. Most valahogy nagyon, nagyon jól jön ki minden. Mindenkit is megölök, úgyhogy ez most így perfekt tényleg. Gyújtsuk meg ezt is. Tesse, gyere már vissza. Jó, akkor most van három mob mögöttem, amiket megöltünk, és nem kell parázni attól, hogy vissza fognak jönni. Kettő shot is kúló. Akkor lehetséges, hogy a shot is kúlóval kellene megcsicskíteni ezzel nem itt? Nézzük meg. Töltsünk bele. Maxon van. Nem mondja, hogy mennyit, de ott van fent, balra fent, négyet lőhetek vele. Hát szerintem ez kelleni fog nekünk mindenképpen, hogy a láncűrészes megöljük. Szép lass. Bazd meg, a kurva eged, hát nem megijedtem. How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before. Jó, megtaláljuk Leslie-t. Nagyon, nagyon be vagyunk szarva, hogy nem találjuk őt meg. Mit találtam? Egy orvosi készletet. Nagyobb orvosi fecskendők több orvosságot tartalmaznak, mellékhatásokkal is számolni kell. Kevés található belőlük, de nagy ritkaságuk egyenértékű, nagy életerő visszaállító képességükkel. Ez max HP töltő szerintem. Ez mi? Az ott micsoda? Az igen. Csatlakoznom kell. Ezt lehet, hogy az a csávó hagyta itt nekünk, akit láttunk, hogy ilyen kurva gyors gyilkos. Lazán lehetséges. Megvizsgálni. Félek, hogy beakadok. Múltkor beakadtunk egy ilyen megvizsgálni gombnál. Nagyon fos, szakad az eső, nincsen ki munkában, én sem akarok itt lenni, hallod? Hát akkor ezt az órát már talán kihúzod valahogy itt velünk. Beszélgessünk addig, meséljék, készültek már ott a karácsonyra? A lámpás, ezt hallod? Milyen szinten? Köszönöm. Világít itt a seggemen. Itt jöttem be és megöltem a nőt, akit fel is gyújtottam. Jó, akkor körbe mentünk ebben az épületben mehetünk lejjebb. Ott van egy szigony. Szerintem semmi más nem akarok itt felvenni. Oh, dehogy nem! Smötj itt 300-at, nagyon király. Visszafelé nem kell félnünk az underektől olyan mértékben, mint amennyire féltünk eddig. A nagytól félek, a láncűrészestől. Nem nagyon készülünk a karácsonyra. Ja, hogy mentek Floridában nővéredékhez? Nézzünk körül. Látunk mozgást? Nem látok semmit sehol. Jó. De hallom, bazd meg. Ott van. Szembe van. Jó, azt okosba kellene elintézni. Ez mi az Isten itt előttem? Fúj, de undorító. Ó, ott vannak agyak a földön. Oké, ott jön már. Majd tesom készülődik. Nice. Azért az nagyon jó, hogyha így is tudtak együtt lenni a családdal.
Így, hogy kint vagy Amerikában. Gyújtsd meg! Csak 100 agy volt benne? Jó, ez most még egyel kevesebb zombit jelent. Én konkrétan rámentenék, srácok, nem tudom, hogy mit gondoltok. Szerintem így, hogy kiirtottunk minden zombit, és most szembe fogunk nézni a naggyal, szerintem egy mentés azért így nem lenne rossz. Az merre is volt? Van melyik házban egy kis szobában. Ja, ez a zárt ajtó, ugye? És ezt nem lehet kibarikádozni? Nézzük meg, mi van itt fent. Nem itt volt balra a polc, de hogyha itt volt a polc balra, akkor itt van jobbra az ágy, ami mögé mindig bemásztunk. Itt mintha mászkált volna egy nő. És hányadikán repültök? Vagy kocsival mentek? Nem is tudom, hogy mekkorák ott a távolságok így nézve. Jó, itt nyugi van. Itt minden rendben van. Lemegyünk és mentünk egyet. Ez itt csak egy kis üveg. 9 óra vezetés. Akkor olcsóval tehát hogy ezek szerint... mit akartam mondani? Tehát, hogy autóval olcsóbb, mint repülni 9 óra alatt? Ja, csak nem akart, értelek, aha. Akai, azért annak örülök, hogy sikerült egy kis stresszt kiadnod magadból. Oda menthetünk is, elfogad, oké. Okay. És kész, megyünk vissza. Szerintem ez volt a legokosabb dolog, amit csinálhattam most. Tekintve, hogy a naggyal meg kell valahogy küzdenünk, és nem vagyok benne biztos, hogy a 4 shoti lövés az elég lesz bele. Relatív, hogy olcsóbb, ha úgy nézzük, hogy az utalat olcsóbb, akkor igen, de hosszú távon nem feltétlenül, mert terheld az autót. Jaj, hát igen. Fél a repüléstől esetleg? Sok időt vesz igénybe, hát az a másik, igen. Azt jól kikúrtuk, jól van, minden zombi a környéken már tudja, hogy itt vagyok. Az idő az pénz, az így van. Na figyeljetek, szerintem én rámegyek. Hallok valamit még pedig mászkálni. Mit lehet itt felvenni? Ja, üveget, jó, az nem kell. Ott van egy kis hatchet, az jól fog jönni, és ott van szemben a vadállat. Hogy kellett gránátot dobni? Komolyan mondom, rádobom. Hát reméljük, hogy eltalálja. Nem robbantottuk ki. Mi történt? Ki fog jönni? Ott már rángatja is egyből a láncszűrészt. Jó. A második gránát az teljes mértékben véletlen volt. Bazd meg, meg se támtorodik! Mi a jó Isten? Menj már! Na ezt nem hiszem el. Mi a fene? Áú! Nem találom el, mert béna vagyok. Ne rángatózz már, léci! Hopp! Ez jól néz ki. Nem, tényleg nagyon rosszul célzok, nagyon nehéz. Na most lesz a móka meg a kacagás. Out of ammo. De konkrétan tényleg ennyire nehéz lenne megölni? Te dögölj már meg valahogy! Jó, megvan.
Na, ezzel fogunk átmenni a másik helyre. Jó, ezt felveszem? Hát szerintem is. Sokat látott, agyon használt láncszűrész. Ez nagyon rossz volt. Tehát, hogy az egér mozgásom az annyira fostos volt, hogy az egyszerűen írdatlan. Hát még az is csoda, hogy egyáltalán sikerült. Itt van 4 amú a földön. Itt volt egy nő, ugye? Itt bent. Őt még azért helyre raknám. Mint tudjuk az idő, igen, nem fél, csak jobb, ha van autónk, mikor ott vagyunk. Ja, értelek, aha. Hát nem utolsó dolog, ez biztos, hogyha ott is el tudtok mászkálni. Ebben a ládában mi van? A csapda aktiválása után gyorsan csukd vissza, ezzel leszerelheted a csapdán. Hát ezt még nem tudjuk elképzelni, hogy hogy néz ki, de megcsináljuk, jó? Tehát ez azt jelenti, hogy ha hallottam volna egy csapdának a kattanását benne, akkor kellett volna azonnal visszazárnom. Elengedve a space-t, az lehetséges. Most mit csinálok? Jó, még van egy szigonyom. Oké. Az ott egy csap... Aha. Hát, ezt most megpróbálom hatástalanítani, remélem sikerülni fog. Ezt a szokásos két ujjas technikát fogjuk bevetni. Oh, nice! Szereld leples. Nagyon jó. Idekint ki lakik? Ott egy medve csapda a földön. Erre mintha jártam volna már, egyébként. Nagyon jó. Itt is van egy láda. Aha! Szóval így kell. Jó, nice. Aha. Jó, értettem. Ez így elég király. Maximum shotgun ammo. És ott még a bombát is fel tudjuk venni. Jó. Szerintem, hogyha betáraznék, akkor ott még elférne az ammo. Aha, igen. Jó, hát tulajdonképpen visszajött majdnem minden ammo, amit elpazaroltam ott a bossnál. Úgyhogy azért annyira nem vagyunk szarban, mint gondoltam. Ezekben semmi nincs. Itt sem találok semmit. Ez mi? Na. Na. Nem már, hogy ezt nem lehet szétverni. Ne, oké. Volt még egy nő, aki itt mászkált. Arról nem szeretnék megfeledkezni. Elég problémás lenne, hogyha hátba kapna. Itt volt fent loot. Erre emlékszem. Jó, még volt egy hatchet, amit valahol eldobtam, ugye? Azt felvenném. De így csak elbújni lehet, ez egy ilyen épület, ahol nem csinálsz semmit, csak elbújhatsz. Na jó, megnézzük erre mi van. Az igen, haver. Ha itt mászkált volna a nő, akkor már tudnánk használni. Ja, hogy ide kell használni a cumot. Jó, nézzük meg. Nagyon király. Jó, ezzel tovább jutottunk a missionban. Hát, oda viszont nagyon óvatosan kell tovább menni. Lehet, hogy kellene egyet szévelnünk. Vagy nem tudom, hogy van-e autószév a játékban. Valahol itt dobtam el a kis fejszémet. Nézzük már meg, hogy merre lehet. Ott van! Azt azért magammal viszem. Bármi jönne velünk szemben, ez azért legyen nálam. Ja, bocs, elfáradtunk. És mi a munkád most? Mit kell csinálnod, virág? Fejleszt a szépen? Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Ja, hogy ez volt a mission, hibátlanba. Skacok, hát ahhoz képest. Most épp egy projekt kellős közepén vagyunk, és rengeteg hiba van a weboldalon. Ó, azt le tudom utálni.
Azokat próbálom kijavítani. Én pont úgy szoktam ezt csinálni, hogy én vagyok a tesztelő, én vagyok az, aki felfedezi a hibákat mindenféle elkúrt eljárással. Mindent is kipróbálok, amit az egyszerű user kipróbálhatna, meg azt is, amit nem csak véletlenül. És akkor utána leadom a fejlesztőnek a listát, a hiba listát, meg a tesztelési jegyzőkönyvet, játékmentéssel. Elfogad. Alrighty. Na, nyertünk egy csomó agyat, amiből fejleszthetnénk. Az nagyon király egyébként, hogy nem tudom mióta streamelek most fél órája, de már is sikerült ezen a missionen tovább menni. Hát ennek nagyon örülök. Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to maintain my patient as an officer of the law. You should too. És elmegy így beszélgetve magában. Na jó. Felvenni. Jó, tele vagyunk aggyal. Így most élőben kell hibát javítani nagyon. Ó, csomó hibát nem fedezett fel. Várjál, visszavasok. Én vagyok a fejlesztő, tesz... Hé, az meg megijedtem. Tesztelő... Ja, igen, rossz munkát végzett. Ó, Istenem. És ilyenkor van valami... Nem tudom, valami megtorlás, hogy szarul dolgozott a csávú. Ott mi van fent, agyak? Miért kellett ide jönnöm? Van egy olyan érzésem, hogy nem ide mutatott az előbb a kamera. Hanem sokkal inkább ide. Megint halljuk a zenét, úgyhogy megint tudunk menteni valahol. Az asztal nincsen semmi, csak üvegek. Az milyen jel? Saját naplón 2005. február. Mirát majdnem megölték délután. Gyanúsított, akit üldöztünk, rálőtt. Hála Istennek ott voltam, rendben lesz. De látni őt, ahogy vérzett, a gondolat, hogy elveszítem, mielőtt elmondtam volna neki, hogy érzek iránta, szörnyű volt. Akkor ezek szerint Mirát szeretjük. Azt hiszem, ugyanúgy érez. Van valami tagadhatatlan köztünk. A magatartási kódex ellenzi, de el kell mondanom neki, hogy mit érzek. Remélem, nem fogom lejáratni magam. Aj. És akkor vajon tőle születik majd a lányunk? Egy nő is egyáltalán nem ért semmiért, teljesen rám mutogat, semmi felelősséget nem vállal. Ó, Istenem. Hát azért a fejlesztőre mutogatni ilyen esetben, amikor neked kellene rájönni, hogy mi a hiba, az egy eléggé érdekes dolog. Azt jó kibasztuk, jó van, menjünk menteni. Miért alkalmazták, hogyha nem ért semmihez? Ez egy új szoba, itt még nem jártam bent. Egy emlékben vagyok újra? Nem erre a helyre jöttünk vissza a második... De kurva ijesztő volt, ahogy ott ment a csaj. Vajon tudok-e most nyitni? Aha, tudok egyet nyitni. Egy szigonyt felveszünk, kettőt pláne. Egyet meg kinyitunk. Na, mit találunk benne? Kettő darab HP-t. Jó, hát az majd... Az majd máskor lesz jó. Ide is nyissunk egyet. Ja, de nincsen kulcs. Jó, értettem. Rengeteg ostobát vesznek fel. Istenem. Ki kéne mennem Amerikába tesztelőnek, látod? Mondjuk szétunnám az anyamat. Virág, most, hogy megkaptad a zöld kártyát, nem lehetne úgy csinálni, hogy én kimegyek, te utána elveszel feleségül, és akkor ott maradok? Nem menthetek. Miért nem?
Ott áll a csaj, hallod? De para. Arra ne menjünk, azt mondják. És én akarok. Jó, hát végül nem ijesztett meg minket. Itt ki lakik bent? De hiszen itt senki nem lakik. Mi az Isten? Mi folyik itt? Majd amikor azt fogja mondani, hogy nem fájn, akkor baj lesz. Megvan lezni, megtaláltuk. De mit csinál az elméjével? Valamilyen nagyon furcsa pulzálást látok. Lehetséges, hogy valamilyen kísérletnek vagyunk a részesei, és tényleg össze vagyunk kapcsolva így agyilag? Nem nézel ki túl jól? Hát bazd meg, kösz. Téged is láttalak már jobb formában. Hát de most mi van abban, hogyha izé... Behátosodok Amerikában. Nice. Mehetek erre? Aha, jó, oké. Okay. Változik a helyszín. És itt mi van bent? De max úgy működne, hogy két év után elválok, de kijössz, egyedül élünk egy darabig, utána megkérd a kezem, jelentkeznénk a zöld kártyára, utána együtt kell lennünk két évig, és utána elválunk. Na jó, megkérdezed James, hogy mit gondol erről, mert engem amúgy érdekelne. Élhetünk együtt hárman egy házban. Jó fiú leszek, de tényleg. 7400 IQ-unk van. Hát a sprintet, de hallott plusz egy másodperc a sprintet, az nagyon kevés. Lol, nope. Fuck you then. Jó van már a izét a... sebzés közel harcban, az érdekes lehet. A nagy jólétet meg akarod tartani magadnak, milyen irigy vagy. Szerintem... Terbírás lőszer, a shotihoz kellene még, de 2000-be kerül. Fecskendőköz adhatnék még egyet. Hát de mondjuk, nem, meg az se kell. Gyufa is jól jönne, az csak 500. A gyufát azt megvettem. Az jól fog jönni az a 7 darab. Halálhozó nyilak! Küldek egy képet messengerre, majd nézd meg, jó? Robbanó töltet folyamatosan sebez 3 méteren túl, növeli a vakítás időtartamát. Szigony nyilvessző, növeli az ellenségek okozott sebzést. Tűsebzés az 5. szinten elérhető, értem. Hát 30% 1500-ba kerül, mit tudunk még, várjál. Sebzés közelharcban, ez engem nagyon érdekelt. Mert azért az... Az nem lenne szar. Hogyha nagyobbakat vernénk oda. Van egy olyan érzésem, hogy erre szükségem van. Max sprintelési idő az 3 szek. 1 szeket majd nem tudom. Majd azon az 1 szeken múlik biztos nagyon sokszor az életünk, de lesz szarom. Fegyvereknél a... Shotinak a sebzését feltoljuk. 3500-ba kerül. De hiszen az nagyon sok amúgy. A tárkapacitás 4 az rendben van. Lerakhatnánk 2,5-2,30 szekre az újratöltés idejét. Szerintem a sebzés. Azt toljuk meg, mert nagyon kicsit vert. Nagyon-nagyon kicsit vert a bossba. Jó, 3 fejlesztést eszközöltem. Szerintem ez így kelleni fog. Miket küldtél messengeren? Hagyd nézzük meg itt közben. Várjál, kirakom a streamre, jó? Jaj, hát itt van az új házatok. Ó, hát ez nagyon kis cuki. Ez jól néz ki, ez egy ilyen kicsi, de mégis nagy ház. Nagyon-nagyon-nagyon kínál. És akkor itt kellene élnem veletek? Mentés, a páciens. Igen, oké, elfogad. Mentés, vissza. Jó, mehetünk. Nagyon király. És mikorra fejeződik be? Mert amúgy jól néz ki már, ezeket panelekből állítják össze? Nem kicsi ház, 4 szoba. Hát ezért mondom, hogy így a képről picinek tűnik, de egyébként meg tudom, hogy nem kicsi egyáltalán. Na, most, hogy megvolt a mentés, ugorjunk neki a negyedik fejlesztésnek.
Mi most miért mászkál el? Leslie, állj meg! Itt nem mehetek át. Hát itt nem enged, de itt átenged. Már el is tűnt. Jó, előbb legyünk okosak, jó? Leslie jól lesz. Akármi is történjen vele, az a csávó jól lesz. Nézzünk körül. Mi a fasz? Hát... most menjünk, vagy mi legyen? 300 IQ. Én benne mennék, bazd meg, hogyha így rongyolnának ki a szarosok. Artik, hát itt se voltál. Jó ét, srácok, szevasztok. Hát nézd meg. Hát jó ét neked is. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem voltál itt. Jó éjszakát, jó pihenés. Hogyha holnap dolgoznál, kitartást kívánok hozzá. Miért nálatok amúgy kint Amerikában kötelező a nász éjszaka, virág? Hogy történnek ezek a dolgok? Már nem a nász éjszakát kérdezem, hogy az milyen, mert arról van egy sejtésem már, de... egyébként ki tudja, várjál. Amerikában tényleg frigidek az emberek? Kinyitni. Felvenni. Felvenni! Helyes. Így jöttem be, arra nem mehetünk. Itt nincs semmi, akkor menjünk erre. Itt voltam, csak lörköltem. Persze, baréknál voltál, vadd be. Jól tetted. Köszönöm szépen, hogy beköszöntél. Mi van itt? Amo. Maximum. Jó, nem felejtjük el, hogy itt hátul volt. Jó, ne magyarázzál már, bazd meg. Hát izé, mászkálni kell, meg lootolni. Leslie majd el lesz magában. Az mi? Elkapták Normant. A kiáltásai jajveszékelése, mikor torkát szapták. Minden éjjel hallom sikolyát, ha nem rejtőzköröm tovább, én leszek a következő. Ez a falusiak jegyzete. Ez igen. A falusiak akkor azért kapták a csicskítót. Nézd, ott is van bent egy HP. Nem felejtjük el ezt a házat. Van bent egy csomó ammó, és van bent HP is. Nem, amúgy szerintem azt meg tudnám játszani. Na de majd holnap úgyis tolni fogod, tudom. Így van. Holnap strandingezünk jó sokat. Megpróbálok végigmenni azon a játékon a következő két napban. Már majdnem nyomtam volna a B betűt, hogy megnézzük, hogy merre kell menni. Ugye a B betű a Dead Space-ben volt. És ott volt ilyen nézet, úgyhogy összezavart egy kicsit. Hey, az micsoda? Nézzük csak meg. Elég para maszkod van. Felvenném. Szóval akkor nem izé, álltak oda a kis amerikai, nem tudom milyen hivatalnokok, hogy ellenőrizzék, hogy a nász éjszakán tényleg fiú, lány, és akkor rendesen megtörténik a dolog, és akkor férj és feleség, meg ilyesmi. Menjünk, nézzük meg Leslie-t, mi a helyzet vele. Érdekes, érdekes. Akkor Amerikába is beköszöntött a civilizáció ezek szerint. Ez nagyon furcsa nekem. Nem? Csak izé húzzak. Tök király, kint vagytok. Még több ammó, megint 3. Ne felejtsük el, hogy ez már így 6 összesen. Tehát visszafelé haladva 6 darab ammóra tehetünk majd szert. Még több gyufa. Add ide. Lesz. Kösz. El lehet bújni. Elbújni! Hát de megyünk, bazd meg, nem látod? A kurva eget. Megyek már. Olyan kérdéseket tesznek fel az interjú alatt, amiket nagyon hamar ki lehet szűrni, hogy két ember együtt éle. Például. És hogyha az egyik nem beszéli annyira jól az angolt, akkor mi van? Akkor félre diagnosztizálhatnak? Hossi. Hát én azt amúgy megnézném, hogy mi van ebben a ládában. Szerintem ebben fegyó lesz. Ja, jó van már, izé, soci ammó, kösz. Ráadásul egy. Még több gyufa, az még több jóságot jelent. Megkérdezik, hogy mekkora? Mármint most mire gondoltál, Csoki? Már megint a perverzió. 6 darab ammó, egy HP, egy szigony van mögöttünk, jó? Ez egy memóriajáték egyébként, amit most játszok.
Hát ide a vörös szobába nem mennék be, maximum fotókat előhívni. Ellenőrző ponthoz érkeztünk, de nem nehéz a választás. Mondtam Egyesi Péter annak idején, és tényleg fotók vannak itt előhívva. Vagy félig előhívva. 9 amú, 1 szigony, 1 HP. Azt hiszem ennyi. Felvenni! De mit? Há bazd meg, hát összekúrok minden. Vedd már fel! Ja, az csak egy üveg. Van olyan, hogy letenni? Nem kell az üveg nekem. Milyen fotók ezek? Nézzük már meg őket. Egy férfi oldalról, szemből. Jaj, hát ez... Mi a kurvaik? Mi történt? A faszomat! Várjál már! Jó. Nyugalom van. Felvenni. Ha még egyszer azt mondod, hogy felvenni... Mitől ilyen magas ez a csávó? Hát mennyivel magasabb már nálam? Biztos azért, mert tudós. A tudósok magasak állítólag. Hát ilyenek, hogy hogyan találkoztatok először, hány szoba van a házban, vannak-e állatok, azoknak a neve, színe, hogy jöttetek az interjúra, mikor kérte meg a kezelés, hogy, hol vacsoráztatok legutoljára, hogy hívják az anyukát, apukát, mikor van... De ezt úgy, hogy kettő külön szobában kérdeznek titeket, tehát ilyen kihallgatás feeling, és összehasonlítják a válaszokat utána? Szavasz Leslie, Leslie! Nem mondott tényleg? Shit! Fuck! Nyomogasd a space! Jó! Mi az Isten vagy? Te... VTF! Hol? Mi? De nem látom, bazd meg! Ha pusztulj már el! Mi az, hogy be still? Ne ütöges már! Hát most nyomtam a melee damage-re, bazd meg! Ez lehetetlen! Ez lehetetlen! Hát ilyen nem létezik. Hát csak megdöglenék! Hát miféle enemy volt ez? Nincs fél... Bocsánat, elnézést! Elnézést, nem tudtam. Nem tudtam, hogy csöndbe kell streamelnem, bocsáss meg. Hát nem tudom, de ég, bazd meg. Hát szerinted meghal? Úgy látom, hogy igen. Hát a franc tudja ezeknél, láthatatlan volt. Mondjuk egy shoti lövés az jót tett szerintem a lelkének. Igen, még mindig kim vagyok, nyugodj meg. Amúgy milyen genyók vagyunk, hogy nem válaszolunk neki, nem? Tehát így most oda bent totál izé összefossák magukat. Nem kell csöndben, csak a shit fuck, az annyira nem oké. Ja, hát, aha, jó van. Hol van a fülesed, virág? Keresd meg gyorsan. Használ, F. Space, használ. Csoki, akkor megbeszélhetjük azt a kérdést, amit felvetettem. Milyen szépen kivezette innen Leslie-t, jól van. Ó, megyünk már, hagyjál már békén, hát bazd meg állandóan izé. Visszak engem jobbra-balra, nem mehetek oda, ahova szeretnék, nézd meg, ott szemben is vannak üvegek. Lehet róla szó? Na figyelj, hogyha tényleg megcsinálod nekem a viking cumómat, majd megmutatom, hogy milyenre számítok. Valami olyasmire, amikor Ragnar visszaér a faluba a nagy izé portyázás után, és ül a trónon, és farkas, meg mindenféle medvebőr prémekkel takarja magát a téli hidegben, a gyerekek meg játszanak előtte, és akkor történik azt hiszem egy haláleset, amit Ivar elkövet kisgyerekként már. Hát de nagyon nehéz lett, hallod, a dánoknál be lehet szerezni prémet, bundát. Ebből baj lesz, Mari. Rúvika neve az eneminek, jó. Ne kövesd, jó. Nem követem, bazd meg. Hát eszem ágában nem volt. Menjünk másfelé. Te ide akartál bejutni? Mert amúgy ez itt zsák utca. És akkor azt mondja, hogy ne kövessem. Hát... Vegyük csak fel ezt a szigonyt. Nem engedi, jó. Akai, mi történik a...
a routereddel. Hát ezek eltűntek. Ezt most nem én mondtam, Virág. Ez nem én voltam. Szerintem, hogyha ilyen nemivel állunk szemben, talán nem lenne rossz, hogyha a szigonynyilvesszőt meg ezt a szart felszerelnénk. Jó. Hát egy kicsit lefelé ível, mint azért már a hanyatló napnak is a sugara, tudjátok. Ami bár még lehet erős, de azért már tényleg inkább lejjebb konyul, mint felfelé. Minden második másodpercben elakad minden. Ó, Istenem, szegény. Mi és most bárhányszor mehetek előre? Hopp! Ez egy easter egg volt a Kubricknak a ragyogásából, a Shiningból, amit egyébként egy Stephen King könyv alapján írt a rendező. Ott történt ez, hogy folyosón állt a kisgyerek és ömlött a vér szemben. Megint? Micsoda megint? Ez most megint egy olyan hely lesz, ahol nekem bujkálnom kell, mert jönnek majd ilyen csúny emberek. Itt van még egy szigony. Aztán mute. Köszönöm. Móki volt, ne szórakozzál itt a hangokkal, mi az Isten? Skúlok maximumon. Ez mit csinál? Kaptunk egy hullát. Az miért jó, hogyha kapok egy hullát? Meggyújtani? Nem, még nem. Elakadt? Srácok, aki itt van a streamen, mindenkinél elakadt a stream? ASD, ASD, F. Vagy csak Akai szórakozik. Nekem megy. Jó, akkor jó. Akai, akkor tényleg a routereddel van baj. Azt a bombát ott hatásteríteni kellene a jobbkezes kétújas technikával. Most megnyomom. Úristen! Hát ez mekkora mak volt? Azt a mindenét. Hát egy pillanatra beszartam. Éppen, hogy csak sikerült elé célozni. És az ott megtámad, ha közel megyek? Ja, hogy ebben nem mehetek bele, mert undorító. De hát ott egy ajtó, haver. Felvenni! Azt vedd fel, az mi az? Ja, ez a vakító. Nem, sokkoló nyilvessző. Elektromossággal feltöltött nyilvessző, ha ellenséget talán megbínítja árammal, falakra, földre szintén kijelzheted, ezzel csapdát állít vagy után szörnyeknek. Jó! Router után anyámmal folytatom. Mármint, hogy eddig mit csináltál routerre? Mondj neki szépeket, és utána anyukáddal folytasd. Az anyukák mindig szeretik, hogyha megbecsülik őket. Enter, oké. Okay. Na, miért vagy ilyen? A nyugalom megőrzése az egy nagyon fontos dolog. Nézd meg engem, aki vér... Nem tudom, véres helyeken gázolok. Ez nem is volt enemy, viszont itt bemegyünk. Tripwire van, haver, rájj már meg! Jézusom! És az... Aha, az valami triggerrel. Hát jó, oda kéne mennem hatást tanítani, nem? Mi történik, hogyha ezt a kart meghúzom? Na jó, előbb lootoljunk. Ott egy bomba. De hol az Istenbe vagyok egyébként? Ez a Rubik, ez elhozott minket egy olyan helyre, ahol valószínűleg nem akarunk lenni, nem? Végig nyomja a csapdákat, de jó, hogy nem kaptam egyet se, úristen. Tehát, hogyha valami követett volna, akkor ezt meghúzva hatásra íthattuk volna a támadót. Jó. Egész addig nincs a közelemben, nem beszél hozzám. Nem egyszerű a helyzet. Az kurván nem egyszerű. A lényeg, hogy ne legyetek agresszívak egymással még ebben a... Nem azok már, bazd meg! Hát nem látod, hogy izé hatásra jutni kell? Próbáljuk leszedni?
Hát de hogy szeret? Na így. Most okosnak kell lennem nagyon. Hát ez nem annyira sikerült, azt hiszem. What? Ez mi volt az a hang? Azt vegyük fel. Na, mondom, felvenni. Oké, okay, helyes. Ide esett le a hulla? Itt mentünk át, akkor ott van a tripwire, ugye? Akkor innen kellene valahogy leszerelni. Át tudsz itt menni, haver? Hát jó a kérdés. Uh-huh. Jó, tehát itt nem robbantottuk magunkra, de belebotlottunk. Biztos, ami tuti. Szemben még van ammó, akkor itt mászkáltunk az előbb. Enemit nem nagyon látunk ezzel a karral, pedig még egy hullát engedünk le magunk mellé. Jó, akkor szerintem itt most mindent megfejtettem, amit meg kellett, mehetünk tovább. Az egy problémám van, hogy ezzel nagyon lement a HP-m. Lehet, hogy ezt a bombát hagynom kellett volna ott a falon, nem? Abban mi lesz? Nem már! Nem már! Úristen! Ez így nem annyira jó. Vegyük fel robbanó nyilvesszőt. Kontroll készítés 3, enter. Az jó volt. Nagyon jó volt. Ez már fájt viszont nekem is. Ó, hogy a kurva eget. Azt hiszem, hogy egy elég nehéz részhez érkeztünk itt most a játékban. Hát ennyi enemivel még nem kellett megküzdeni soha, tehát azért ez már így egy kicsit durvi volt. Ugye itt mentési pont sincsen, tehát abból gazdálkodsz, amit van. Gazdálkodó? Tényleg ezt mondtam volna. Ezt hogy csináltam? De para, hát majdnem izé felnyársaltak. Itt nem mehetek ki? Dehogy nem. Jó, megnézzük, hogy itt mi van. Ja, itt jövök vissza. Itt meg a bomba van szemben. Oké, értem. Amúgy itt nem mentünk fel ezen a létrán még, ez is újdonság. Használjuk a két ujjas technikát. Figyelj, ezt most nem baszom el. Úristen! Éppen hogy csak. Nézzük meg, hogy mi van a létre tetején. Ezek leesnek és felgyulladnak, hogyha meghúzod a kart. Akkor lehet, hogy itt kellene menekülnem a faszkópék elől. Hát én ezt nem merem meghúzni, hát itt van fölöttem. Megmerem húzni. Rúgni, haver, ez igen. Akarok én ilyet, hogy rúgni? De meddig lehet azt rúgdosni, mert amúgy az gondolom gyúlékony. Jó, hát hogyha jönnének utánunk fel a létrán, ide kell bekájtolni az enemiket, és akkor ide elrúgdosva ezt a szart. Rájuk tudok robbantani egyet, egy pisztolygolyóval remélhetőleg. Ez is majd kiderül. Még egy picit menjél odébb. Hop, hop, shit, oké, okay, leereszkedni. Jó, be fogjuk húzni az enemiket, és utána sprinterünk ide be. Itt több dolgot is tudunk majd robbantani. A bombát nem kellett volna hatástalanítani, ezt már rájöttem. Itt a csapdák aranyat érnek. Ezt elkúrtam. Ez most nagyon, tehát ezt nem lett volna szabad. Itt teljesen egyszerűen csak oda kellett volna mennem, triggerelni. Magam mögött húzigálva mindent is. Most nem látok keresztben itt, ja, de itt van még a bomba, jó. Hogy csináljuk ezt meg? Fúj, de undorító itt a fal.
Nem igazán értettem itt ennek a jelentését. Miért figyelt ide a falra a csávó hirtelen? Vegyük kézbe. Ezt nem szigonnyal, hanem... Hogyan tudnék váltani? Alternatív az R betű, robbanó nyilvessző, igen. Tele vagyunk hárommal, felszerel. Ez csak kettő haver, ebből azért én még csinálnék. Hogyan lehetne gyártani belőle? Készítés. Jó, tehát akkor V és Ctrl lesz a kombinációnk. Na jó, hát... Azt még felveszem, aztán spuri. Vajon be tudok menni szemben az ajtón? Nem. Akkor ebből nem lesz spuri. Gyönyörű. Ne gyere közel, flash! Vágod. Most mit kell csinálni? Gondolom, hogy csotival megállítani, nem? Nagyon jó. Ne már! Hát ekkorát döv belénk. Mindenki meghalt? Elfélt a töltény? Oké, okay. Akkor csináljuk meg szigonnyal. Abból úgyis van egy itt lent. Ó, oh, ne! Hogy... Hogy került hozzám még egy robbanó nyilvessző? Hát nem ellőttük az előbb? Pedig egyébként már mennyire jól nézett, kis kacok. Már mennyire benne voltunk. Hol járunk egyébként időben? 23-14. Úristen, de jó, hogy holnap nem dolgozom. Úristen, de jó, hogy január 6-ig nem dolgozom. Virág, mondta már, hogy Szabin leszek január 6-ig? Ez hihetetlen értékes információ számodra. Azt a bombát most kihagyjuk. Tényleg ki kéne próbálni a kájtolós taktikát. Ott fenn volt még ez a szar, amit el lehetett rúgdosni. Mi lenne, ha teljes mértékben izé... békén hagynánk ezeket. Csak elmennénk, behúznánk mindenkit, aztán let's go tovább. Egyébként azok az emberek, akik ezeket a játékokat... ilyen, nem tudom, speedrunokban tolják végig, azok szerintem... teljesen kiakadnának, hogy Jézusom, mit művel már? Menjen már, csinálja már! Ott van egy bomba, ami talán felrobbanhat szemben. Tehát akkor V. Szigonnyilvessző, helyett alternatív, robbanó nyilvessző. Oké, okay, V, Ctrl. Oké, okay, ez megvan. Sociba. Cica. Négy kúló, tehát összesen 6 darab lesz. Pisztolyunk be van töltve? Dehogy van, hallod? Megy már. Mindent most kell újra töltenem, ez teljesen szar. Egy gránátot is eldobhatnék, lehet, hogy azzal fogunk kezdeni. Az igen, haver! Robbanó nyilvessző mehet. Egy megvan. Az baj! Az igen. Nagyon jó. Áú. Nem jó. Jézusom. Ha meggyújtjuk, mindenki robban? És mindenki meggyullad?
Kicsit megtorpantunk, nem? Jó. Semmit nem ér. Kicsit húzzuk a lábunkat, semmi gáz. Ide csapdába csaljuk, remélhetőleg ez működni fog. Perfekció. Most ez volt egyetlen egy szoba. Tehát ilyenkor lehetséges, hogy még több is lesz? Szigonyt nem használtam el. Pedig abból kettő is van itt. Egy itt, egy szemben. Nem éreztem igazából hasznosnak, amikor ott rám rohant mindenki. Azt ott gyűjtsük össze. És csak 100. Hát az nem sok. És itt kettős kúló, az nagyon jó. Minek gyújtsam meg, hogyha ide már úgyse jövök vissza? Gondolom én, hát aztán majd kiderül. Rubik nagyon elhozott minket egy nagyon-nagyon rossz helyre. Ellenőrző pont, az királyság. Miből folyik itt? Egyébként olyan, mintha belsőségek lennének feltapasztva a falra. Az ott meg konkrétan egy arc itt jobbra. Látjátok, hogy ott van az orra, szája nyitva, és egy szeme van. Az nem cica, miért hazudsz? Most realizáltam, mit írtam, miért van ez a feszültség? Ajaj, hát az... Ez pont a múltkor Dead Space közben jött fel az a téma. Az egy elég erős, az egy elég brutális helyzet, ami ott kialakult sajnos a KI fake-nél. Én azóta is csak reménykedni tudok benne, hogy sikerül valahogy valami megoldást találniuk így családilag rá, mert nagyon-nagyon-nagyon rosszul hangzik. Normális vagy? Mi a jó Isten? Akkor átfutok, beszartok. Hát én is azt mondom, jobb, hogyha futok. Mi? What? Megette? Jó, akkor menjünk be. Ez nagyon nagy baj. Ez gyakorlatilag egy boss fight lehet? Úristen, már itt van mögöttem. Spuri. Egy darab skúló. Mit tudnánk még felhasználni talán ezt? Jézusom, de para. Ennyi volt. Mit találunk ide bent? Talán még egy kevés robbanó nyílvesszőt használhatnék. Oh no! Jézusom, de para. Villanó nyílvessző? Nem, azt nem akarom használni. Alternatív. Szigony, robbanó, kontroll, kontroll. Kész. Vajon ez elvakítja tényleg? Úristen, úristen, de para. Alternatív, szigony, robbanó, használ.
Jézusom, és a hullákba olyan, akkor nincs értelme lőni sem. Mindjárt 16K nézettséged lesz. Mármint, hogy az összes megtekintés számára gondolsz? Bazd meg, és még mindig jön. Nem láttam, de lehetséges. Talán egy hónapja volt a 15 000. Hát egyébként az a szám önmagában nem mutat túl sokat azon kívül, hogy Jézusom, még mindig itt van. Fel kellett volna gyújtani, ugye? Azt a... jó. Áú! Menj már! Menj már! Jó, itt csak végig kellett volna rohanni. Most már megbántam, hogy elhasználtam mindent. Szóval, hogy az csak azt mutatja, hogy 16 ezer emberből, megtekintőből milyen keveset sikerült megfogni követés szinten. Ergo egy visszajelzés, hogy szar vagy. De legalább én élvezem. Én tök jól el vagyok, amikor streamelek. Tök jó veletek itt lenni, meg játszani is. Egy kúló a sotiba. Úristen, nagyon-nagyon sok mindent elhasználtunk. Jó, hagyjál már. Mi? What? Az össznézettséget mutatja, igen, egy év alatt. 16 ezeret. Így igaz, ahogy mondod. Most ez mi volt itt, hogy hozzám ért és meghaltam? Egy shot is kúló, az nem elég semmire. Tehát gyakorlatilag... kvázi felesleges. Ezt tudnám rúgdosni? Aha. Az elsőt. És hogyha ő megjelenik, akkor futok vissza? Jó, jön a csávó, de nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Amit ő nézett, plusz amennyit nézték. Nem, hát az, amennyit én néztem, az biztos nincs benne, az miért lenne benne? Mi történik? Jaj ne, hát most jöttem fel lifttel, srácok. WTF. Kicsit, mintha megváltozott volna a gravitáció, nem? Kicsit, mintha szarul lennék. A fejezet 4 hibátlan. Szerintem egyébként a magyarítást készítő emberek az összes eredményt, vagy nem tudom, minősítést átírták hibátlanra. Szóval, ha az lenne ott, hogy kurva szar vagy, akkor is hibátlan lenne igazából. Na ez mit szóltok? Milyen kitaláció ez? Elhasználtam mindent. Tényleg mindenemet elhasználtam. Ez így nagyon nehéz lesz szerintem. A következő fejezetekre nézve. Az olajtócsákat egy szárgyúfával lángatott. Hát jó, de miért csináltam volna olyat? Ja, hát ezt jól látod, tényleg, mint hogyha valaki be akarna minket rakni a kórházba. Nem értem, hogy miért gondolja a csáva amúgy. Ez itt micsoda? Ó, ez egy robbanó nyílvessző. Ez meg egy napló? Aha, 2005 március. Rossz hír, hogy új társat kaptam. A jó hír, hogy mire igent mondott. De a rossz hír nem annyira rossz. Joseph egy nagyszerű nyomozó és jó csapatot alkotunk.
Crimson Citynek olyanokra van szüksége, mint ő, és megtiszteltetés számomra, hogy vele dolgozhatok. De néha olyan, mint egy léket kapott hajóból próbálnám kimerni a vizet. Minden bűntény után, amit megoldunk, mintha addigra 10 újabbat követnének el. A KCPD egy vékony kis kék egérgörgörgetés, de nyomom, haver. Azt miért nem? Na mindegy. Hogy mi? Egy vékony kis kék vonal, ami védi a lakosságot a bűnözéstől. De néha inkább az utóbbi a helyzet, mint az előző. Halálparra. Szegény, szegény nyomozó. Jaj, szegény. Menjünk, aztán mentsünk, meg mindent is csináljunk. Van nálunk egy csomó agy, nem? Fejezet 5, kitérők. Oké. Az ott a doki szemben? Hol az Istenben vagyok? Ez az ott a doki szemben, de ez nem a kórház, ez a... Úristen, ez az elfekvő. Bocs, elkúrtam, hát ide be kell jönni menteni. Azt hittem, hogy itt vagyok bent. Értem már. Ez igen. It's been a while since your last visit. Mennyi agyunk van? 4006, jó, abból veszünk valamit. Úgy láttam egyébként, hogy a melee damage az nem volt igazából számottevő, tehát annak a növelése nem igazán hozott számunkra túl sok jót. Életerős sáv 5000-be kerülne. Egy másodperc, bocsánat. Adjatok nekem egy szeket. Milyen sokan vagyunk még. Sziasztok, srácok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van velünk. Ciao és jó estét kívánok. Csak közben itt megnyitottam Twitchről is az applikációt. Szóval, max sprinterési idő az most nem kell. Sebzés közelharcban, hát ez így már nem kell. Hogy láttam, hogy mennyire gyenge. Pedig egyébként valószínűleg nem az. Gyógyszer befecskendezése, hát erre nem mehetünk rá. Mi a helyzet a fegyvereinkkel? A shotinak a sebzését én még továbbra is tolnám felfelé. De az is 6000-be kerül. Tűzgyorsaság az annyira nem annyira, újratöltési idő az mondjuk érdekes. De ez most a kis pisztoly ráadásul. Na várva, wait. Aha, és itt 8000-be kerülne a shotinak a sebzés növelése, tárkapacitás, az érdekes, az 5 skúlós megoldás. De jobb lenne, hogyha több skúlót vihetnék egyáltalán magammal, nem? Tehát úgy ever. Hatótáv az nem kell, újratöltés nem kell, töltési idő nem kell. Teherbírás, szerintem vegyünk fel több lőszert, az nem lesz olyan hülyeség. Gránátokból csak 500-ba kerül, hogy több legyen nálad. Fecskendőkből 2500, gyufákból 800. Jó, akkor legyen az, hogy több gránát, több gyufa. Vagy tartalékoljunk a következő fejlesztésre? Nem kell a 7 gyufánál több, nem? Tartalékoljunk, én azt mondom. Van-e valami, amit még... Nem hiszem, de ott még van egy tűzgyorsaság soci esetében. Hát mondjuk 0,10 szeket nyerni, az úgy igazán nem túl sok. Na menjünk következő missionre mentés után. Ja, és be kellene mennünk itt a... Tudjátok, hogy melyik részre. Akkor mentés helyett bemegyünk oda. Volt itt egy szoba, ahol... itt hagytunk egy csomó mindent. Esetleg ez az? Aha, itt lesz balra. A kettő fecskendő az nagyon jót tesz. Főleg, hogyha most befecskendezek egyet magamba. Space felszerel használ F információ. Hát de ebből konkrétan kettőt is felhasználtam volna. Nem nyithatok ki semmit, nyilvánvaló kapitány. De van-e valami esetleg még, amit kinyithatnék? Nope. Amúgy rengeteg kulcs van ebben a játékban. Hát ez így mennyi? 6, 18. Itt meg még több. Itt van 8. Hát ez 9x3, 27, meg 18, 45. Hát rengeteg.
Rengeteg ilyen fiókot tudsz kinyitni extra loot ért. Kíváncsi vagyok, hogy fixek-e azok a lootok, vagy mindenhol. Tehát, hogy mész előre a sztoriban, úgy ad valami olyat, amire éppen szükséged van. Mentettünk is, mehetünk is tovább. Kicsit szarul állunk, de belefér. Majd megpróbáljuk a következő missionön behozni magunkat. Ahhoz képest egész jól haladok, hogy mennyire elfelejtettem, hogy hogy kell irányítani ezt a gémet. Ez a kis esti horror pedig kifejezetten jól esik a lelkemnek. He's watching. We can't leave. Valaki figyeli őket. Lehet, hogy a Rubik az? És nem tudnak innen elmenni az emberek. Azért őt meggyújtanám, nem? Tehát amikor így meglátsz egy ilyet, azért benned van a meggyújtó reflex. Nem már, hát eltűnt. Megjelent ott szembe, jó. Kinyitjuk óvatosan. Hova lett? Oh fucking hell, valamit kiengedtem és most eltűnt. Istenem, ez a kedvencem, amikor ez történik. Ben van még esetleg? Mert most felgyújt? Nem, kiment végleg. El tudunk bújni az ágy alatt, hogyha nagy szarba lennénk. Valami lootolható még? Nem, más nincs. Hát akkor menjünk, kész, ennyi volt. Okay. Oké, minek örülsz ennyire? Annak, hogy azt mondtam, hogy oké. Okay. Jó, itt el se lehet bújni. Ki se tudunk innen jönni. Ez egy abszolút zárt szoba. Nincs benne semmi? Nincs. Közben lehalt a tics, srácok? Teljes mértékben? Na itt mi van? Rossz hangok vannak ide bent. Az bajos. Vegyünk elő valami fegyvert. Mondjuk ezt. 5 darab gyufából felvetünk 2-t. Jó, nincs nagy baj. Csoki, mesélj, mivel telt a mai napod? Mit csináltál ma? Költözés hogy áll már? Minden be van dobozolva? Már el is jöttél esetleg? Azt jól kibasztam. Hacskúró, ez volt az üres szoba, menjünk tovább. Szemben az a doki engem nagyon zavar. Á, még nem tartasz ott? Hogy a kurva anyádat? Hát de ez így... Hát de ki látta, hogy jön? Az bajos. Nem látom, hogy hol van. Ott van. Jaj, de nehogy már! Hát ez butaság volt. Valahol erre lehet, nem? Az kurva jó volt akkor, gratulálok magamnak. Jó, ez szép volt. Az meg, az igen. Hát nem egyszerű ez a játék, főleg, hogyha olyan enemik ellen kell küzdeni, amik eltűnnek általában. 2 másodpercenként. Holnap jön barátnőm meglátogatni, szóval el fogok tűnni pár napra. Nem már. Hát és akkor kivel fogunk beszélgetni közben? Éppen ittam, amikor jött itt az értesítés, és működnek az értesítések. Bariékat üdvözlöm. Bari, miért hagytátok abba? Menjetek vissza azonnal, kezdjétek előről. Hát milyen dolog volt ez? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit, aki Bariéknál volt eddig. Sziasztok, srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet.
Most jöttem be oda, ahol nem akartam bemenni? Nem, ez itt a jó hely. Jó, most csináljuk úgy, ahogy az előbb nem csináltuk, jó? Mert az előbb bénák voltunk. Szia Krisz, szia Bari, szia Guvmina, jó estét nektek, srácok. Hát éppen itt már, nem tudom, olyan kevesen voltunk ma este, hogy azt hittem, hogy teljes mértékben le van halva a Teach. Aki meg itt van, az is olyan csöndben van, hogy édes Istenem, hát itt teljesen... Jó, annak ellenére, hogy felgyújtottam ott a földön, annak ellenére kint még mászkál valaki. Szombati munkanap varázsa, egyébként ebben van valami, igen. Sok szegény ember megy be vasárnap, meg izé, szombaton dolgozni. Na ez volt az, amivel de ott van egy csomó agy a földön, tehát muszáj. Muszáj, hogy az ember felvegye azt, nem? Emlékeztek még erre a részre? Srácok, ti állítólag végignyomtátok ezt. Traber, csáó, jó estét kívánok. Kért tőle egy cigit? Hát amúgy... Itt most ránk is férne szerintem. Van még egy darab shot is kúrom, azt nem felejtem el. Mink van még? Robbanó nyílvessző. Az jó lehet. Nem baj, hogy rád robbant, itt tarkon robbantottalak? Nem gáz? Na most így nem tudom, most beszélgessek vele ezután még, vagy hogy legyen ez? Mindenki barékat nézte, ezért nincs így. Egyébként azt nagyon jól tettétek, srácok, mert... Annak én is örülök, hogyha egy kicsit sikerül a srácok nézettségét növelni. Hát annyira küzdenek azért, hogy... És olyan jó műsort adnak annak érdekében, hogy nézőik legyenek. Azért én felveszem az agyakat, velem nem szórakozol. A másikat is felveszem, jó? Most fel fogom venni lassan a másodikat. Azt. Jó, felvettem, most mehetünk, jó? Még talán a gyufákat elveszem, jó? Az nem lesz gáz? Nem veszem, azt már az így rendben van. Nyarok én mindenhová, srácok. Küzdenek az álmaikért. Hát egyébként tényleg, én még nem is kérdeztem meg, srácok. Ti... népszerűségi okokból streameltek, szóval, hogy el akartok vele érni olyan szinten valamit, ami esetleg kiválthatja majd egyszer a munkát is? Ott van még mindig az a faszkópész szemben, látjátok? Minél több dolgot tolok elé, annál valószínűbb, hogy megakad valamiben, és akkor látjuk majd a mozgását, ugye? Hát vagy elbújunk itt, aztán nem tudom, ott hagyjuk a picsába. Ingyen játék kell? Ja, hogy a izé, a... Elindult. Jó. Lefele. Elbújni. Új már el, bazd meg, hát milyen jó Isten van veled. Az baj. Vajon itt van? Skalcok, hát ránk fog ugrani, hát WTF, hát nem látod az elemét. Na, mi annak a neve? Amikor tudjátok, hogy adják a játékokat ilyen... A kurva anyádat! Nyomogasd a space-t el, hát mi a fasz? Hát de hogy gondoltad azt, hogy kiugrasz rám? Rázárhatom az ajtót. Induljunk el gyorsan. Hát de ránk ugrott a sötétségből. Most itt jól kifújom magam. Promó anyag? Nem, annak van valami másik neve. Spuri? Mi az, hogy zárva? Fuck! És ezt hogyha szétlövöm, akkor meghal ő is? Menjünk balra. Ha! Kicsereztem. Befele. Kifele. De para! De kajak nem tudok bevenni? Jó, éppen pihentem, amikor megjelentél, nagyon jó volt. Mi a jó Isten csinálunk itt? Miért kell küzdenem egy láthatatlan enemivel? Elvileg, ha figyeld a port, akkor látni, hogy merre van. Sajtópéldány, igen, valami olyasmi a neve. Hadd hozzak már egy kis teát, srácok, mert megörülök itt, mert szomjon, annyit pofáztam.
Hát én ezt nem hiszem el. Tehát nem tudom elni, hogy mi történik. Hát minden izé ajtó be van zárva. Egy láthatatlan faszkópéval kell küzdeni. Néz a légy. Milyen légy néz? Amúgy az előbb szellőztettem itt a pipázás miatt, azért néha beszoktam engedni a hideget. És bejött velük két légy is. És pont itt van előttem. A kurva anyját. Rászállt a Space billentyűre. Megpróbálom elpöckölni a fal irányába. Jó, nem sikerült, akkor mehetünk. Mindjárt jövök, egy perc, pill. Talált egy cigit, a rohadék. Na. Aztán meg is jöttem. Böngész dokumentumokat játék közben. És hogyha nem, akkor mi van? Még jó, csak légy és nem poloska. Ez nem úgy működik. Reggel egy poloskát is elkaptam, és konkrétan itt mászott a lábamon, hallod? Nem tudom, hogy hol mászott fel. Lehet, hogy az asztalról mászott át a karomon, nem tudom, hogy a testemben, és akkor lemászott, és a lábamon vettem észre, hogy ott van. Hát... Azok ugye nem annyira zajosak, mint egy légy, meg nem annyira feltűnő. És akkor egyszer csak, amikor észreveszed, akkor így megfogod, PZ-be becsomagolod, kicsit megnyomkodod, biztos semmi tuti, hogy kijöjjön a szaga, hát ha utána jobb illata lesz, aztán lehúzod a WC-n. Na, figyeld a port, akkor látni, hogy merre van. Jó. Már látom, hogy merre van. De az nem nagyon jó. És ha kimegyek, akkor... Nem értem, hogy mit kell csinálnom. Alvás közben a gyomorodba petézik úgyis. Adja a jó Isten, hogy úgy történjen, Jézusom, de rossz. Sociból adhatnék neki egy lövést. Mi lehetne még esetleg? Várjál, ide, ezt beállítjuk az egyes. Egyes. Kettes. Hármas. Te mocskos szar, te szarházi! Kurva anyád, még meg is... Hol vagy, szaros? Mi? What? Azt hogy értetted, hogy még soci ütés után? Menjünk innen? Ez egy szarhely. Hát de most ez mi volt? Hát mégis. A soci, aminek a damage-ét felnyomtad 120%-ra, nullas kúróval, és akkor még utána még a pisztolyból is bele kell eregetni. Az a baj, hogy nem találom a továbbjutásnak a lehetőséget. Mi? What? Már itt van mögöttem? Takarodj már! Mi? Jézusom! Itt volt az a hely, ahol nem tudtam elbújni, ugye? Hát akkor várjuk meg. Mi? What? Hát de ez most mennyire normális? Hát... Ez hogy történhetett meg? Hát kettőt előttem előre, és egyszer sem volt ott. Muszáj megtalálnunk a továbbjutást, mert ez így... Szerintem addig üldöz minket, amíg... Vagy lehet, hogy az nyitná ki az ajtót, hogyha megölném. Ott akkor melee fightra fel, szerintem. Ott van, ott nyomja. Jó, most! Áú! Spuri! Kicsit töltünk a HP-nkon. Bemegyünk a másik szobába, ott megint tudni fogjuk, hogyha átjön az ajtón. De az full nem lehetséges szerintem, hogy bejön és nincs ott. Ez nem lehet, baszki! Hát ilyen nincs. Vagy most kijött? Aha, kijött. Van valakinek ötlete ez ellen?
Talán egy robbanó nyílveszővel. Végre lehet levetkőzni, az egy irdatlan jó érzés. Megvan. Megdöglöttél már? Hála a jó Istennek. És most nyílik ki az ajtó. Tehát egészen addig, amíg ezt nem lövöd le, addig teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Jó, ezt jó tudni. Most vajon jön a következő mindjárt? Az némileg szar volt, hogy nagyon-nagyon sokat sebzett le rólunk amúgy. Bezeg stream alatt is vetkőzhettél volna, látod a srácok meg a fiúk meg a lányok, azok hogy élvezték volna. Talán nem így. Ott volt ent egy petkóny. Felvenni. Jó, szerintem leugrom. Inkább onnan arról a vasról. Ez aztán igen. Vajon itt vannak bent elemik? Ez a legjobb a láthatatlan elemikkel való küzdelemben. Fogalmad nincs, hogy vannak-e vagy nincsenek. Azt nem lehetne, hogy... Ja, az volt a... jó. Amúgy ez egy kicsit para, nem? Nézd, itt van egy szobor. Hogy mi, hogy ráléptem és... Meggyújtani? Hát gyújtsuk meg. Ráléptem egy patkányra és most meggyújtottam a hulláját. Ezt miért csináltam vajon? A kulcs az nagyon jól fog jönni. Az biztos. Azt szerintem kelleni fog, jó szolgálatot tesz. Ellenőrző pont, az érkeztünk még egyszer. Szemben van a lift. Hát gondolom, hogy akkor jobbra kell mennem. Démon idézés. Döglött petkónnyal. Mozognak, mozognak. Fuck, shit. Vissza. Locked. Need to find a key card. Nem jó. Láttátok, hogy mozgott? Ti is láttátok, hogy ott volt? Az apád faszára. Mit csinálsz, te szemétláda? Vissza az egész. Nem lehetne becsukni tényleg az ajtót? Elbújni? Bármit csinálni? Nem. Következő ütésre megcsicskít. Kell, hogy megtaláljuk azt a szaros izét, kulcsot vagy valami. Hé, várj! Csak akkor tudok átmenni, hogyha aktiválom, ugye? Várj, még ide bejöhetek. Jó, ezt még megnézzük. Oh shit, itt van még egy. Jobbra van mellettem. Most már ketten lesznek. Nem tudom, mennyi értelme van küzdeni. Megpróbálok nem küzdeni. Sati. Kórházi kulcskártya. Egy korábbi alkalmazottjához tartozott a kórháznak, úgy tűnik az előző tulajdonosának vére piszkolta be. Jó. Most bejöttek? Most itt vannak? Most meg akarnak ölni? A kurva eget! Jaj, de ne már! Hát de ne hazudj már, hát ott volt a vakcina mellettem. Mi csinál? Mi? Vat? Rálépett a fejemre? Hát de összeíz... Úristen, ezt most hogy magyarázom meg otthon anyunak? Kurva eget, már megint hogy nézett ki az arcom, láttátok? Jó, tehát akkor jobbra kettő is van. Sociban nincs. Hát, egyébként ezt szerintem most felhasználhatnám. Ezért lesz egyre több ilyen polip arcú. Mármint a jógázás miatt. Kászlános kimondott háromszor megjelenik? Még az is lehet, hogy. Szerintem én most belövöm magam még egyszer. Úgy is találunk ott a szembeszobában egy vagy izét, egy fecskendőt, nem, srácok? Robbanó nyílvessző. Kontroll, nyíl, készítés. Ő
Jó, bízunk ebben. Át kell térni az Anus nap... Fuck shit. Nyukas? Minden rendben van. Naposztatásra. Ja, egyébként azt meg lehetne játszani. Főleg ilyenkor télen. Ilyenkor gyenge a nap. De azért ilyenkor is belé tud kapni, nem? Vagy mi a jó isten van? Vedd fel, mindent vegyél fel. Azt is vedd fel. Nem kapja meg annyira. Hát ilyenkor azért mégis csak egészségesebb. Én nem látom, hogy jönne. Ott van pedig ott van. Áááá! Jó, semmi baj. Mi? Az hogy jött rám? Kettő van. Jó, mind a kettő kapja. Én most már lesz a szarom, baszki. Azt hiszem megöltem őket. Jó. Megérte? Hát ennyi XP-ért lehet, hogy megérte. Amúgy valószínűleg nem. A HP-nk az úgyis visszamegy, de kettőt megöltünk. Kettő robbanó nyilvesszővel. Nagyon-nagyon sokba került ez így felszerelés ügyileg. Ezt a babát azért onnan leverném. Volt egy szoba, ahol a kulcsot felvettük, szerintem az még mindig megvan. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire éri meg így a játék későbbi. What? Így bejött ez így elém? De durva, de para. Szóval, hogy mennyire lesz gáz, hogy itt most nagyon sok mindent elhasználok. Vagy úgy nagyjából később még jönni fognak így cuccok. Ez mi? Kinyitni? Ammót felvenni? Helyes. Itt van egy csomó izé gyógyszer, hallod, amivel kicsit visszahelyezhetnénk magunkat a valóságba, de nem. Nem akarja használni. Ilyen ez a csávó, ilyen ez a nyomozó, ez a detektív. Menjünk gyorsan jobbra befele a kulcskártyával, mindjárt megnézzük, hogy a HP-nk mennyire van szarul. Idebent totál elképzelhető, hogy még több enemivel kell majd megküzdenem. A HP-m akkor töltődik, amikor állok nyugiban. Jó, ezt jó tudni. Shotiba 3 skulónk van. Pisztolyba 5. Jó, 1-es a pisztoly, 2-es a soci. 4-esre berakhatnánk a fecskendőt, nem? Hé, ilyen sok van nálam. Mind az egy. Medik itt a gyengék eszköze helyes. Az igen, azt megkaptam. Állunk szoláriumozásért, úgy megtaláltam a belső. Hát szerintem egyébként a szoláriumozás ez mindenhogy érvényes. Én mindig járok. Csak nehéz megoldani, hogy pont oda essen. Mennyi agy van oda bent, nézd csak. Fucking hell. Azt jól eltaláltam. Be fel, felvenni. Nope, felvenni. Nice. Meg ne bassza. Jó, hát. Ezt kimondtam, igen, tényleg kimondtam. Oh shit, már megint itt van. Rubik, te. Szararcuga az ember, hát nézd meg már megint mit művelsz. Kapok Ánuszoli bérletet? Srácok, karácsonyra befizettek? Pusztuljanak közben. De jól néz ki ide lent minden. Hát pontosan oda akarok lemenni. Istenem, ez a játék valahol tényleg nagyon para tud lenni. Menjünk Rubik után, hát úgyis vezet minket, gyakorlatilag a kezünket fogja a csávó. Megérkeztünk egy teljesen zárt szobába? Megvizsgálni! Hé, szia Leia, csávó, mi a helyzet? Mentül a csávó, ugye? Ott vannak agyak a falakon, meg mindenféle mérnöki találmány, a fogaskerék és stb. Itt mi van erre? Megvizsgálni!
emberi agyakkal kísérletezett a doktor, aki itt meghalt, ezek szerint. Minden egyes nyílás, ahol benézek, kinyit egy ajtót. Akkor menjünk be. Akarom én ezt? Mi? Egy gombkiválasztás a space használ. Mi az, hogy a nyíl gomb... Jó, értem. És most megmerjem nyomni amúgy? Nem lehetséges, hogy a... Frankensteint akarta összehozni a csávó, és én nem akarom egyáltalán feléleszteni? Teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy én ezt most nem akarom. Olvassunk inkább. Földalatti épület jegyzete. Hazudik. A saját fiának, a saját húsának és vérének. Botrányos. Jobb hely lesz? Egy képmutató. Egy álszent bolond. Tudom, mi az igazság. Jobban ismerem őt, mint ő saját magát. Megpróbál megint megbüntetni. Mindig így zokon vette a közelségünket. Azt hiszi, felhasználhatja ellenem. Hülyének akar beállítani. Laura nem halt meg. Laura nem halt meg, baszki. Nem értitek? Nem halt meg. Megnyomom a gombot és aztán spuri, jó? Mellé feküdni! Space! Nem, várjál, inkább a jobb oldalit, az jobban tetszik. Mi? What? Mit nem mondunk, Móki? A kurva, hogy te bassza meg! Jó, újra. Akkor menjünk be ide. Hazudik, hát ugyanoda visz vissza, hát... Shit. Olvassunk, igen, ez már megvolt, igen, Laura nem halt meg, mindenki tudja, jó, oké, szembe. Igen, szétbasszad azt az izét, jó, mehetsz, kész, csá. És most? Most nem a jobb oldalit nyomjuk meg, hanem a bal oldalit, jó? Okay. Móki is örül neki, hogy jó dolgot csináltam. Ügyes voltam nagyon. Köszönöm, Móki, a nagy csírelést. Mókibotot be kéne állítanom, hogy végtelen dollárt áldozzon be ide a csatornába. Csirelje, de durván. Na igen, tehát hogy ott volt a... Itt is van gombot kell majd megnyomnom, de semmi nem utal arra, hogy melyik lenne az. Vagy lehet, itt egy másik fejtörő lesz majd. Hát kurva egy fejtörő volt egyébként egy vagy kettes gompozícióból, melyiket nyomod meg. Ja, Istenem, már megint. Hát hogyha most az előbb a bal oldalit nyomtad, akkor... Érted? Akkor most a jobb oldalit fogod, nem? Tehát, ja... Használni! Érdekes. Szevasz, betyárkom, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Csáó, csáó. Felvenni. És akkor most megint eldöntjük, hogy melyik gombot fogjuk megnyomni. Megnyomni! Mindent szét akarok verni ebben a szobában. Szerintem más már nem találunk. Hát, most itt nem sok minden utal arra, hogy melyiket kell megnyomni. Az egyik egy ilyen... sejtszerű, bevérzéses téma, a másik meg azt mutatja, hogy ott jön a vér bele, és akkor sejtszerű, bevérzéses téma. Én ezt fogom választani. Ugye? Volt eszem, baszki. Lefolyik a vér. És ott megy szépen. Nagyon helyes.
Az is oda folyik be. Miért van olyan érzésem, hogy abban a szobában valami olyan dolog lesz, amit nem akarok igazából megismerni? Jó, ott van egy kisgyerek, aki lefejezett embert rajzolt a falra. Érek a zombik? Most ne verjétek el őket, jó? Les. De hiszen ez a szám szólt. Amikor a játékot megkezdtük, ugye? Gramofonról nyomják. Egy csomó zsírkréta a falon. Az egyik oldalon a bal az agy, a jobb a szív. És a mindent látó szem középen. Ugye? Illuminati és mindenség is. Bezzeg a kaife, nyomja a pontokat, nézd meg. Hát így könnyű megnyerni. Hát így mi volt már? Vagy a napraforgót választod, vagy a... Melyik mit jelenthet? Várjál már. A másik egy ilyen narcisszerű téma. Ott látja a napraforgót, oké. De mit akar ez nekem mondani? És attól függetlenül, hogy ő látja. Ma még meló is van, Jézusom Krisz. Szegény ember. Hát sok kitartást kívánok neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél. Nyertem. Jó, de hát ott volt a falon is. Szóval köszönöm tényleg, hogy itt voltál. Kitartás neked holnapra. Mielőbbi munka befejezést kívánok neked. Ebből mi lesz? Egy ajtó. Idrend nagyon-nagyon csúnya dolgokat műveltek az emberekkel, azt kell, hogy mondjam. Moki, jéj! A gyerekek örülnek. Hol megyünk közben? Joseph. József be van kádazva durván. Ne, valamilyen kísérletbe van berakva, nézd meg az agyát is. WTF. Valami bele volt kötve a csávóba, úgy agyitájékon, nem? A halántéknál, vagy még hátrébb így tarkónál. Ez a társunk lenne egyébként? Jesus. What happened? My head feels like... Do you hear that? We need to get out of here. Ott van az agy a polcon, előbb az agyat, Flash. Joseph. Hát tiszta durva. Tiszta durva itt a helyzet. Partner gyógyítás, de mivel, haver? Ja, hogy ez nem használ fel. Jó. Még mindig van bennem egy kis kitartás, hát most megsimogattam a válladat. Gyógyítani, felvenni. 9100-nál járunk, nem már. Hát egy csomó izét tudok abból venni, skillt, meg mindent is. Vajon erre kell menni? Mostantól sokkal jobban érzem magam, hogy lesz velem egy társ, aki majd látja biztos, érzékeli a hullákat, meg ilyenek. Amúgy ez... Nem egészen kád volt. Ez szerintem sokkal inkább tényleg valamilyen kísérleti cucc. És mire fektették rá? Ez igen, haver. Olyan, mintha egy nyelv lenne, csak ilyen eres. Mint egy... Na nézzük meg, hogy mi van erre. Ez egy zacsi? Móki volt. Megint mit nyomsz? Miért mondtál ilyet? Az anyádat neked, baszki. Hát elképesztő, hogy miket nyom néha. Kötekedik, igen, nem úgy. Most, ez mi volt? Mi? What? Wait. A
Azt miért gyújtottam meg? Menjünk oda be? Lehet, hogyha jönnek a zombik, akkor át kell majd gázolniuk a tűzön. Gyújtsd meg! Felvenni! Mit lehetett felvenni? Hát az előbb odaírta, hogy felvenni, nem? Kinyitni! Úristen, mindegyiket ki lehet nyitni, és valamikben hullák lesznek? Skúló, az jól jöhet még. Kinyitni! Nope. Ha benézzünk ebbe is. Valamelyikben biztos, hogy egy zombi fog kiugrani, jó? Felkészülünk. Sotiban 4 töltény, mehet. A kurva eget nézd meg. Hát de nem kiesett? Hát de nem kiesett, mondtam én, hogy zombi fog kiesni. Még mindig van 3 darab gyufánk. Oké. Okay. Van még egy-két skúló. És szerintem nagyjából ennyi. Ez előrevetíti, hogy fájtolni fogunk. Mennyivel jobb, amikor az ember bekapcsolja a lámpást, nem? Jó, itt pedig az olajtócsa megszűnt, tehát ez így... Mindenféleképpen egy melee fight lesz, szerintem Shotival kiegészítve. Vajon jobban látnék, hogyha be lenne kapcsolva ez a... Ott jön. Felvenni! Jézusom! Mit csinál a haverunk? Az igen, haver. Na jó, az bajos. Nézd meg, nagyon-nagyon sok van. Álljunk meg. Robbanó nyilvessző, készítés, kontroll, mehet. Az baj. Öreg asszonynak lekúrunk egyet még mielőtt bármi történne. Nagyon jó. Na ne szórakozz, hogy ennyien túlélték, hát ez lehetetlen. Menjünk innen inkább a picsába kifele, szerintem ez egy nagyon rossz hely. Hallod? Ez nagyon rossz ez a hely így. Váltás vissza, pisztoly. De legalább látom az enemiket. Az igen, haver. Oh, wait. Wait, még mindig jön. Még mindig jön. Ha, shit. Ezt hogy csinálod? De hallod, rámész, hogy izé megcsicskis, aztán ez történik. Oh, azt a kurva. Lehetne, hogy ezt ne csináld? És közben odakint meg küzdenek? Vagyis, hogy küzd a társunk? Halálpara ez a játék! Ha, mi történt? Én nem gyújtom meg, baszki. Én meg nem gyújtom, az biztos is. Vegyünk fel még egy gránátot? Jó lesz az majd, hogyha visszajönnek. Van egy csomó skúrunk, minden rendben van. A HP meg kicsit fostos, de attól függetlenül. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a társunk fel tud-e kelteni, ahogy mi tudjuk felkelteni őt. Egyébként ő egy tök sima és szép munkát végzett szerintem. Amíg én szórakoztam. Bent a két faszkópéval. Felvenni! Nice. Aha, szóval ezt is használhattam volna esetleg. Rúgni! Mi? What? Hát te Google-val rúgsz? Én lerugom amúgy, én leszarom, hogy mi történik. Na jó, nem felejtjük el, hogy ott van, lehet, hogy megtámadnak majd minket lentről. Bemenni! Nézzük, mit történnek még. Szépen lassan sétáltunk ide, mint hogyha lenne ide bent valami. 3 gyufám az még mindig van. Még több agy. Ezzel elértük a 10 000-es mennyiséget. Egy vakcina. Jaj, nehogy már a gyerek lemásszon onnan, amikor felveszed ezt a szart. Lőd le, Flash! Neked végtelen töltényed van, lőd már le. Hallod? Az tök jó, hogyha lelövöd. Ez az. Még. Én meg rámegyek. Úristen, de kurva jó, hogy ennyi skúrója van a csámónak. Hát nem zseniális? Amikor ketten küzdünk. Hát mennyivel egyszerűbb lett így a játék. Én nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok, szerintem ez mocskos jó. Maximum nyé! Oké. Azt nem vesszük fel akkor. Tele vagyunk szigonnyal, meg mindennel is.
Mi elfáradtunk abban, hogy kijöttünk az ajtón. Oké. Okay. Semmi baj. Na nézzük itt még körül, hát ha még akad esetleg valami lootolhatok, de már nem nagyon, már nem hiszem, hogy van. Menjünk lefele, ahova... ez szarul néz ki. Az ott olyan, mint egy szem nézne befele, nem? Nagyon durva. Rúgni! Ott jó helyen lesz. Rúgni! Mi a fene az ott? Hallod? Hát mennyi bomba van oda az ajtóra szerelve? És még mindig nem volt mentés. Atya Isten. Rúgjuk vissza, szerintem ez menjen vissza, mert mire azt ott kinyitjuk, mire az összes bombát leszereljük, jobb lesz talán, hogyha innen be fogok védekezni. Hát vagy a társam, nem tudom. Ez hogy lesz? Nem lehet, hogy valamit bent akartunk tartani azzal? És nem jó, hogyha most kinyitjuk. Mi, hogy ekkora zseni a Joseph? Hát beszarsz be úgy azon a csávon. Mekkora koponya vagy? Hallod? Hát mit leszerelt? Mindenhol izé... C4, meg ilyen... panelek. De tudsz valamit? Nem te raktad azt oda véletlenül? Mennyire logikus lenne egyébként. Na itt mi lesz? Megtámad! Védekezni! Jaj, ne kelljen már megölni, hát olyan ügyes volt eddig. Ne már. Minden rendben. Az igen, baszki. Let's just get out of here. There's something wrong with this place. Valami nincs rendben ezzel a helyjel. Ez most tényleg mondta? Hát. Detektív a csávó, az már biztos. Szia Gubmina, jó ét neked. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én se streamelek ma sokáig. Azért én is eléggé el vagyok fáradva. Tök jó volt már összeszerelni ezt a 30 kilós vas állatot. Főleg emelgetni a különböző részeit. Meg aztán ma már egyszer 4 óra lement. Most azt hittem, hogy hol tartok egyébként. 2 óra, hát már több mint 6 órát streameltem ma, akkor nem vehetném, vagyok elfáradva én is. Felvedi! Itt úgy hallom, hogy tudok menteni valahol. Az gyufa? Jaj, de jó, hogy van. Oda nézett meg, soci! Ó, oh, bassza meg, hát leütöm a falat. Bari, te még bírod? Te nem dolgozol holnap? Felvenni! Térkép töredék 9. Nice. Mit fogok vajon ebből összerakni majd? Nem dolgozni! Nagyon helyes. Olyat mentek, beszartok, srácok. Azért körbenézünk előtte. Nagyon-nagyon-nagyon sokat progresszeltünk a mai nap folyamán, és közben átléptük a 16 000 megtekintést talán, hogyha ez igaz. Hogyha lehet hinni az applikáció számainak. Azért ez egy jeles nap volt a stream történetében, amikor összeraktam azt a széket, amire a következő 5 évben ülni fogok. Ha megélem. Talán nem lesz holnap Muspelheim, még nem tudom. Vagy mi, hogy talán lesz? Muspelheim? God of War-ozni fogsz holnap?
Hirtelen a Therion jutott eszembe. Therionnak a Muspelheim című száma. Nem tudom, hogy ismered-e. Ha nem ismered, akkor mindjárt meghallgatjuk. God of War. 10 000 IQ pontot fogok szétosztani. A szerencsés nyertesek közt. Szerintem én nyertem. 5000-be kerül a 120 HP. Miért nem érzem úgy, hogy az tök jó lenne. Viszont tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan, ami... Több HP-t, aha, adna vissza. Hát ez szerintem ez most ez ki fog menni. Egy vakcinából jobb lenne, ha többet raknánk be. 9000 lenne. Ha de egyébként ez a 36, ez azért annyira nem sok ám. Tehát hogyha azt teszik, hogy 110 HP-ból 30 helyett most 36-ot healelünk vissza, akkor 72 lesz két vakcinából per 110. Tehát ez még mindig nem nagy szám. Kellni fog ez a 9000 szerintem ahhoz, hogy számottevően fejleszünk. Tűzgyorsaság a kis pisztolyon az annyira nem teherbírás, ez viszont kell. Kell, hogy több nyilvessző lehessen nálam, több gránátból annyi nem kell, talán a 4, az elég, úgysem lesz annyi. Na ez viszont kell a fecskendőknek a számának a növelése, ez tetszik. Socilőszer, pisztolylőszer, aha. Jó, hát hogy jó lenne, hogyha 20 lehetne nálam. De még a halálhozó nyilakból is, talán a robbanó nyilvesszőnek a... Ez sebzés? Aha, sebzésnövelés. Az menjen, mert szerintem azt használom a legtöbbet. Így, és utána felejtsük el egymást. Elosztottam 10 000 IQ pontot, most már nagyon buta vagyok. Szóval Therion fogunk mindjárt hallgatni az ending screen alatt, csak még hadd mentsek egyet. Nem tudom, hogy ismered azt a zenekart. Nagyon nagyot progresszeltünk ma a játékban. Ezzel a 2 óra alatt a 3. fejezetnek a közepétől eljutottunk az 5. fejezet, hát a 6. fejezetig gyakorlatilag. Úgyhogy ez azért megduplázta itt azt az időt, amit eddig belefektettem a játékba. 3 óra 49 a játszott idő. Azt hiszem, hogy az első résznek a végigjátszása az 10 órán belül van, nem? Hogy emlékszel, Bari? Nyomok egy ending screent, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki figyelt eddig itt ránk, és követte az események alakulását. Maradjatok velünk holnap is. Ending screen. Ilyenkor vajon nyom egy izét, egy print screen-t is? Szóval, hogy hallgassunk már egy Therion. 10-15 kb. Aha. Na jó, hát abból már akkor megvan ennek a játéknak a negyede. Hát, vagy a harmada.